a Magyarországról elűzött németek emlékére. A II. Világháború Németország vereségével ért véget. Már az 1945-ös Potsdami konferencián a szövetséges nagyhatalmak, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Szovjetunió úgy döntött, hogy a német lakosságot Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország területéről humánusan és szervezetten vissza kell telepíteni Németországba. Erre hivatkozva adta ki a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Magyarország akkori vezetése azt a rendeletét, amely előírta a magyarországi svábok kitelepítését. Svábnak számított az, aki az 1931-es népszámláláson német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallotta magát. Az, aki nevét német hangzásúra változtatta. Az, aki tagja volt a Volksbundnak, vagy valamely német katonai szervezetnek. Magyarországról összesen 185 ezer németet űztek ki. Baranya, Tolna, Bács-Kiskun megye, Sopron és Győr környéke, Budapest térsége és a Pilisi medence fő településeit érintette a kitelepítés. Pilis Csaba, Üröm, Pilisboros Jenő, Solymár lakossága sem kerülte el a kiűzetést. Volt olyan falu, ahol a lakosság több mint 90%-a kényszerült elhagyni otthonát. Pilisvörösvárt és Pilisszentivánt nem érintette a kitelepítés. A pilisvörösvári plébánia Historia Domusa a következőket tartalmazza. 1946. március közepén érkezett Pilisvörösvárra az úgynevezett kettes számú kiíróbizottság. 4900 kitelepítendő személy írt össze. A lista kifüggesztésére azonban nem került sor. Hogy ennek mi lehetett a pontos oka, az mind a mai napig nem derült ki. Országosan 650 ezer holtföldet vettek el a németektől, és mintegy 45 ezernyi lakóház üresedett meg a magyarországi németek kiűzésével. Ezekbe a házakba az ország más tájairól érkezett szegény, föld nélküli embereket költöztettek be. A kitelepítést általános jellegű uszítás előzte meg, mintegy megágyazva a történteknek. Újságcikkek, plakátok hirdették uszító jelszavaikat. A svábság egy batyúval jött ide, egy batyúval is menjen. Aki a kitelepítési listán a nevét hallotta, mehetett hazapakolni. Összeszedni, kiválogatni azt a holmit, amelyet hosszú évek munkájával gyűjtött össze. Mindent azonban nem vihetett. Főként élelmiszert, ruhát készítettek a batyuba. A vasútállomásokon a batyukat átvizsgálták, és ha olyat találtak, amit nem volt szabad kivinni, elvették. Állomásokon marhavagonokba szálltak batyujukkal az emberek. Egy vagonba körülbelül 30-40 embert helyeztek el. A mindenükből kisemmizett, emberi méltóságuktól megfosztott családokat előbb Németország nyugati, majd keleti zónája felé szállították. Itt kezdtek új életet az otthonuktól megfosztott családok. 2012. december 10-e óta minden év január 19-én emlékezünk a magyarországi németek elhurcolására, utalásképpen arra, hogy 1946-ban ezen a napon kezdődött meg a magyarországi németek szervezett előzetése, az első budaörsi lakosokat szállító vonatszerelvény elindításával.